Nagykovácsiban vagyunk az öreg iskolában, véradás zajlik. Ha én véradóként szeretnék eljönni, akkor hogyan kell erre készülnöm, mire kell odafigyelnem? Először is normálisan kell táplálkozni, tehát nem kell halálrend, de nem is szabad éjgyomorra jönni. Minimum 2 liter vizet el kell fogyasztani, vagy bármilyen folyadékot el kell fogyasztani. Ami még fontos, hogy 50 kiló fölött lehet véradásra eljönni, illetve 18 és 65 év között adhatnak vért a véradók. Most még a COVID-járvány egyelőre az tart. Mire kell odafigyelni? Mellettem látható egy tábla, amit a véradóknak el kell olvasni. Ha semmi sem igaz rájuk, akkor megmérjük a hőmérsékletüket, kezet fertőtlenítenek, és maszkban kell lenniük, és utána mehetnek az adatfelvételhez. A következő ilyen nagyobb véradásunk az a Budaörsön lesz a Decathlon áruházban, 24-én, 3:30-7. A nagykovácsiak jönnek szép számmal vért adni az öreg iskolában. Az imént a hölgy elmondta, hogy 4,5 deci, vagyis 1 egység vért lehet adni. Hát önök már túl vannak rajta, hogy érzik magukat? Köszönjük szépen, jól vagyunk. Hagyományosan június első hétvégén a Varázskastély Családi Fesztiválon szokott lenni a véradás, de sajnos most ezt a jelenlegi szabályozások miatt nem tudtuk megszervezni, ezért ismét itt az öreg iskolában volt véradás. Mondhatjuk, hogy rutinos véradók vagyunk alpolgármester asszonnyal együtt, igyekszünk itt lenni minden alkalommal, amikor véradási lehetőség van. Most ez pedig egy különleges alkalom, mert tulajdonképpen irányított véradás történik, bár név szerint nem tudjuk, hogy kinek, azonban egy lakostársunk kért arra, hogy vegyünk részt ezen a véradáson, mert egy kedves ismerősének van szüksége erre, és így meg különösen fontosnak találtuk mindketten, hogy itt legyünk, és adjuk a vérünket, hiszen egy fél óra az életünkből, azonban nagyon sokat segíthet ez máson. A COVID sem vette a véradók kedvét, szerencsére a véradókból nincsen hiány, igény is van rá bőven. Örülök, hogyha így van, mert én nekem volt egy olyan kis félelmem, hogy ez a gyönyörű idő inkább mindenkit elcsalogatott valamilyen szabadtéri programra, és nem biztos, hogy ide jönnek, de örülök neki, hogyha eredményes lesz ez a mostani véradás is.